Nem nézzük, hogy hány éves vagy, fiatal vagy öreg, hétvége van vagy ünnepnap. Nem érdekli őket, hogy sétálnál egyet a városközpontban, megtalálnak. Vagy beülnél egy cukrászdába, megnéznél egy filmet a moziban, meg vagy. Vagy ha elutaznál, legkésőbb az állomáson elkapnak. Ha étterembe mennél, lefülelnek. Az élő zenéről beszélek, Kiskunfél Egyházán az elmúlt másfél évről rengeteg program, koncert, fesztivál jellegű műsor volt a városban. Ebben a videóban főleg a 70-es, 80-as évek élőzenére koncentrálok, milyen lehetőségek voltak a szabadidőt tartalmasan eltölteni. Nagyon nívósak a megszólalók. Köszönöm nekik, hogy vállalták az interjút. Következzen a videó. Én Pecz István vagyok, ez pedig a Déli Báb TV. Budapesten képezték ki, 74-től a vendéglátásban dolgozik, előbb a kunsági vendéglátónál, majd innen a Korona étterembe vette az irányt. Ahogy a piac lehetővé tette, önállósodott, a piac büfé megnyitása lehetővé tette számára egy nagyobb vállalkozás az otthon étterem elindítását, és ebből már kitalálhatták, hogy Seres Jenőről beszélek, az ő történetei következnek most. De most ez nem lesz érzésem mondva, úgy lesz, hogy megtörtént. Na. Bejött egy jóképű roma fiú, férfi szórakozni, nagyon jól érezte magát, természetesen nem a párjával volt bent. És a párja megjelent éjfélkor, és oda ment a illető hölgyhöz, nem a férjéhez, illető hölgyhöz, akivel éppen táncolta, megrángatta a hajánál fogva, és közben ezt kiabálta az úr. Éne! Ez is megtörtént. De mondhatnám azt is, hogy mikor szegény Pista meghalt már, nagyon neves roma énekes volt. Horváth Pista. És fellépett nálunk, na az fantasztikus hangulatot csinált. Egészen addig még túl nem itta magát. De nagyon piázott, már abban az időben is komolyan piázott. De az fantasztikus hangulatot csinált. Meg egyszer volt a Bangó Margit, aki szintén, jól tudom, Bangó Margit, és a Horváth István volt itt, aki vendég szerepeltek. Azért akkor, így ahogy most kezded a emlékeimet, hátul a kisagyamba előhozatni. Tehát azért egy hónapban egyszer voltak ilyen direkt vendégrendezvények, amire előre váltott, előre lehetett helyet foglalni, és vacsorával egybekötve ilyen neves embereket hívtak meg, mint a Bangó Margit, vagy éppen a Horváth István, de a Kibédi Ervint is mondhatnám. Tehát válogatva, hol egy színész, hol egy zenész, hol egy énekes. Ilyen neves meg, amit meg kell mondani, és nagyon, de nagyon szimpatikus volt nekem. Egyébként is világéletben szimpatikus volt, a Kós Jani volt. Kós. Megint egy nagyon jól készült. Igen. A János is az egy csodálatos hangarő. Egyébként az opera énekesnek készült eredetileg, csak aztán a Hofival, amikor megismerkedett, utána tért át erre a humorra és a tánczenére. Nem? Harangozó terén. Na ő is volt itt nálunk, és az is cuki volt. Egy baja volt vele, hogy akkor már kihízta a ruháját, és valamit lehajolt, és a seggén szétrepett a nadrág, és ez látszott is sajnos egy picit. De akkor ez... Nem semmi részletekre emlékszem. Ezt akkor ki ne venni észre. Egyébként egy filigrán nő, de olyan szoros volt rajta a ruha, hogy én azt nem vettem volna fel a helyébe már biztosan. És nem volt ember, aki mondta volna, hogy egyen nagyobb méretet választ. Igen. Félegyházán régebben neves családnak ma már nem egzisztálnak. Születésnapjuk volt, és a száztagú cigány zenekarból hoztak ide kettő embert. És itt a kis teremben ebédeltek, addig a két zenész húzta a talpalávalót kedvükre. Tehát vannak azért az idősebb korosztályban ilyen igények. Én jó magamból indulok ki, nyilván egy diszkrét zene mindenképp emeli a hangulatát egy kulturált étkezésnek. Kiskálmánné Marika Tiszaalpáron nevelkedett,
1965-ben volt az esküvője, egy kiskunfélegyházi férfihoz ment feleségül, azóta félegyházán lakik, és azóta gyakorlatilag aktív résztvevője a társasági életnek. A Fémipari Szövetkezet bérszámfejtője, ma már nyugdíjas, és el fogja mondani, hogy volt egy pillanat az életében, ami kiemelkedik a többi közül. Már pénteken kimentünk a tőserdőbe, és akkor pénteken este mindig lementünk a tölgyfába, ott vacsoráztunk, és ő ott játszott, ő ott hegedült meg mindent. De igen, tehát a Rácz József. Igen, a Rácz József ott hegedült, ott játszott, és akkor odajött az asztalunkhoz, és akkor mondta, hogy Kami mondta, hogy köszönjük, de azt mondta, hogy ő szeretné a szomszédasszonyának eljátszani a nótáját, és akkor kérdezte, hogy mi a nótám, és akkor mondtam, hogy minden asszony életében van egy pillanat, tehát gyönyörűen eljátszotta, és nagyon jól esett, nagyon rendes ember, tehát rendes család volt végül is, igen. Egy 15 éves fiút először visz az édesapja muzsikálni. Aranyhegyi csárda, 60-as évek, Rácz János mesél. Hát úgy apámmal jártunk az Aranyhegyi csárdába. Tudod, hol volt? Tudom. A Hűtös úton, és akkor ugye a pater lestoppolt az orosz nagykocsit, tébled, adtak ilyen, ezt a barna hosszú kenyeret, ilyen nagy konzerveket, mindent. Apám meg muzsikált a kacsusát, tudod. Hát kettő ugye nem megpértünk el nagyon én is, ugye, hát sofőr meg minden. Most ugye a sofőr az orosz, sofőr az a szovjet eltárs ment. Tovább. Te cigány, elköszönöm, passzívan, köszönöm meg minden életet, és akkor hát bemennünk oda a Aranyhegyi csárdába. Hát a padért ott is ismerték, a pincérek, mindenki. Hát. 14-15 éves lettem, sose felejtem, mert volt egy kis orosz balalajkám, 8 húros. De tudod, csak 6-ra kellett főhúrozni, mert 6. Szegény apám, Isten nyugtassa, de jó. Jóskám, jöttél a fiaddal? Jöttünk, érted? De nagyon jó vendégek voltak ott, hát urak voltak, hogy mondjam, hát ahhoz képest abban a rendszerben, hogy na. Most már sajnos ez nem igen tapasztalható. Most ugye, akkor ott is főztek, pacal, minden volt, érted, minden az égvilágon. Akkor hazafelé jöttünk, jó van, akkor mondta a főnök, hogy Józsa bácsi, azt mondja, utolsó busz most megy, hogy lekésíték, akkor mentek gyorsan 8 kilométert. Jó, el is kérdettük a busz, hál' Istennek. Akkor ugye Zigi anyám nyugodjon, mindig mondta, azt mondja, minek viszed ezt a gyereket magaddal, azt mondja, hát még olyan fiatal. Próbáltuk a vendégek igényét kielégíteni, de ott szombaton már délután vagy este 6 órakor ajtónálló volt. El az egyik kollégám volt leginkább megbízva abban az időben, a Bazsó Lajos. Ő termető és olyan volt, tekintély parancsoló, és nem egy legyengült figura volt, ő neki kellett ezeket osztani és oda kísérni a vendéget, asztalhoz, ha volt foglalása, ő neki kellett elutasítani esetleg, aki már nem fér be semmiféleképpen, és ő természetesen bizonyos, aki válogatott is. Tehát nem mondom, akkor már nem kellett nyakkendőbe és zakóba bejönni, de azért válogatott is, hogy megfelelő öltözékbe jöjjenek be az emberek. Tehát ott már kialakult egy alapvető igény irányukba. Hogy ne lett volna, nagyon sokszor volt olyan. Szóltak oda, hogy gyerünk, de hát ez a te barátod, nagyon jó, ismernek, ne mondjak neveket. És akkor csináltunk egy asztalt neki, még pluszban pedig elég zsúfolt volt a terem. Ez megtörtént többször is persze. De oda szerettek jönni, mert szerintem tehát magát a helyet is szerették, hiszen nagy volt sokan, ma is a fiatalok hol érzik magukat. Hol legalább 1000-en vannak, de lehet, hogy most keveset mondtam, 50 000-en. Ugye a Sziget Fesztiválnak mekkora neve van, meg híre van. Európai szinten híre van. Ott csak 200-300-an voltak, de akkor is erre volt igény. És ott érezte jól magát, kitombolhatta magát. Hát amikor hazajöttem Pestről 74-be, akkor én mindjárt a kiskunsági vendéglátónál kezdtem, mint megyei vendéglátó vállalat, és a koronai terembe dolgoztam. Akkor egy kecskeméti zenekar volt ott, aki kimondottan a klasszikus tánczenét játszott.
Még bejutni is nehéz volt szombaton. Ebben az étteremben három nagy terme volt, hát körülbelül 200-300 ember elfér benne a három teremben, és ott reggel 4 óráig tartó vállalatások voltak. Nagyon remek volt a zenekar, remek volt a kollektív, és a fiatalok zöme oda járt akkor szórakozni. Emellett ott nem sűrűn fordultam meg, volt egy Rózsakert nevezetű vendéglőnk, ami most a Móra tér elején helyezkedett el valamikor. Ott is volt élőzene, arról nem tudok beszámolni, hogy ott milyen muzsika volt, de ott is volt zene az, abban az időben. Majd 78-ban, amikor leszereltem, akkor a Petőfi étteremben dolgoztam, ami ivó is volt együtt, meg étterem is. Abban az időben még ott a Szénási Ferenc bácsi, aki már jó 80 közeli, de bő 70-es volt akkor korban, ő cigányzenét játszott. Nem tudnám megmondani, úgy emlékszem, hogy másodmagával. Ő volt a primás, ő hegedült, és volt mellette, én úgy gondolom, hogy... kíséret. Én valami kíséret mindenképpen. Cimbalom. Ugye a cimbalom az egy elég nagy hangszer. Le kell hozzá ülni. Igen, így. Pódiumon volt. Az biztos, hogy pódiumon volt. Az öreg úr pedig előtte húzta éppen az, kinek mi tetszett. A következő egység, ahol ott mint vendégként fordultam meg, az a Aranypálya étterem volt. Az akkor szerintem felfutóba lévő zenekar, a Vas Laci és a ő társasága játszott, igen színvonalas muzsikát produkáltak meg. Akkor maga az étterem is az volt, de ez már én úgy vélem, hogy a 80-as, 70-es évek vége, 80-as évek elején történt meg. Hát röviden ennyit, a fiatalok többsége ezekre a szórakozó helyekre járt. A művelődési házban volt ezen fölül, akkor még nagyon modernnek számító diszkó. Oda elejtettünk mi, amikor ráértünk, és hát az a hagyományos körtáncot, diszkozenét hallgattunk hozzá. 88 óta nem tartok szilveszteri mulatságot, mert nincs rá igény, nincs rá megfelelő fizetőképes kereslet. De nem is tudnánk olyan összeget mondani, amilyet ide tudnám csalogatni őket, hiszen egy szilveszteri műsorban minőségi zene kell, nyilván minőségi ételek kiszolgálása és minőségi környezet. Ez most olyan drágába kerülne, hogy legalább szerintem 30 ezer forint fejeket minimum, és erre nincsen igény. Akkor megtartja otthon Rácz Józsi bácsi. Csak saját magára így utalt, ezért használom azt úgy, hogy, ahogy ő mondta. Ahogy ő, hát ő is közismert zenész volt a városban, de talán úgy mondhatnám, ha nem sértek meg vele senkit, hogy vándor cigány zenész volt. Tehát ő mindig oda ment, vagy járt a város éppen kis hegedűjével a hón alatt, és ott módot, lehetőség nyílt rá, akkor ott zenélni kezdett. Valamiért kiszorult a zenekar építésből. Vagy ő nem akarta, vagy már idősnek tartotta magát hozzá, de ő nem volt ilyen, tehát nem volt bandája. Ugye a szocializmus csúcsán voltunk a 80-as években, idézőjelbe téve csúcsán, és akkor még próbálkoztam én legalábbis személy szerint a bácsmegyi vendéglátón egy-két ötletet mondani, mert annyi látszott csak, vagy érzékelhető volt, hogy apad a kereslet iránytunk. Ez még elejében nem volt feltűnő, majd, ha jól emlékszem, 80-ban vagy 81-ben a koronában meg is szűnt az élő zene. És utána próbálkoztak még vendégcsalogatóval, és diszkó rendezvényeket tartottak minden pénteken, szombaton. De az már egy egészen más közönséget vonzott oda magával. A vendéglátás, amellett, hogy, ahogy te mondtad, alapvető szükségleteket kielégít, nevel és szórakoztat. Mert nyilván egy szépen megterített asztalnál egy kevésbé kvalifikált ember is
próbál kulturáltabban viselkedni. Nyilván látja, hogy körülötte, hogy mozognak az emberek, ki hogyan fogyasztja az ételt, vagy milyen ételt, milyen italt rendel, motiválja, tehát nevelés. És mellette szórakoztat is. Nos, én ennek alapján próbálok dolgozni mai napig is. A mozi rendszeresen volt, délutáni előadások is voltak, akkor voltak ezek az éttermek, mint a Rózsakert, ahol szabadban, ott is, és mindenütt volt élőzene, nagyon jó volt, mert kicsik voltak a gyerekek, tudod, bementünk, mi elbámészkodtunk, a gyerekek meg ott elszaladgáltak, nagyon jó volt. Akkor, tehát voltak ezek a zenés estek, tehát... És akkor nagyon gyakran volt, mert ugye majdnem minden étteremben, mint az Aranypálban, meg a Halászcsárdán, meg a Korona, ott mindenütt élő zene volt. És akkor tényleg akkoriban, tehát voltak nótaestek, magyar nótaestek, tudod, és akkor, tehát volt lehetőség. Vagy mit tudom én, volt, aki Kecskemétre járt színházba, mert az itt volt a szomszédba, mi Pestre mentünk az Operett színházba, és akkor visszafelemek bementünk a Aranyhegyi csárdába, és akkor ott is megvacsoráztunk, ott is volt zene, tehát nagyon jó volt. Volt lehetőség. Sokkal egyszerűbb, de nagyszerű lehetőségek voltak, igen. Így van, szépen fölöltöztünk, elmentünk például az Aranypávába, megvacsoráztunk, élő zene volt, és ez megfizethető volt. Egyáltalán nem terhelte meg a senkit, tehát elérhető szórakozás volt. És jártunk is gyakran, ilyen nótaestekre, meg minden, igen. Tehát jó volt. Dolgoztunk a filmiparnál, kolléganők, mikor jöttünk haza, menjünk be a Halászcsárdába, bementünk, akkor ottan ettünk, meg ittunk, meg elbeszélgettünk. Tehát ezt sokkal jobban, többször megtehettük, mint ma. Volt 3-4 család, akik mi így nagyon sokat együtt voltunk, együtt mentünk szórakozni, együtt tartottuk meg a névnapokat, de nem otthon, hanem mindig valahogy, vagy az Aranypávába, vagy a Koronába, vagy a Halászcsárdába. És igen, volt 3-4 család, akik rendszeresen, akikkel összejártunk, igen. Hát figyelj, de például, mert én Alpáron, ott meg a Lóré Jóska volt, az úgy hidd el, hogy minden vasárnap, ugye, mert akkor még ez divat volt, ugye, bejött hozzánk, és akkor, de szerettük is, délben, amikor ebédeltünk, elhúzott egy-két nótát. De akkoriban ez divat volt. És egy nagyon, a felesége is egy végtelen a henni, és egy nagyon-nagyon rendes emberek voltak. Mindenki tisztelte, becsülte, az Alpári Halászcsárdában ő szolgáltatta a zenét. Sőt, hogyha magyar nóta énekeseket meghívtak Alpára, a Halászcsárdában, de még Aranyhegyre is, mindig kikötötték, hogy akkor jönnek el, hogyha a Lóré Jóska szolgáltatja nekik a zenét. Hát apukám az szinte minden magyar nótát, meg cigány nótát ismert, igen, engem is megtanított, de már úgy elfelejtem, mert mostanában nem. Ugye akkoriban a faluhelyen mi volt? Ugye pláne téli estéken kukoricát morzsoltunk, meg mit tudom én, mit csináltunk, csiráztuk a krumplit, és közben énekelgettünk. Tehát minden magyar nótát, cigány nótát, igen. Én engem is megtanított apukám, még fütyülni is megtanított, úgyhogy más. Tudod, akkoriban nem a tévét néztük meg, nem is volt, hanem és beszélgetett. Több helyre is, de ugye volt a Rózsakert, Petőfi étterem, Kunsági étterem, akkor ugye voltak sok kis kocsmák. Tehát ott ugye úgy engedték az embereket, zenélni, minden, hát ugye. Ugye minden étteremnek meg volt az, hogy ki játszik, vagy ki nem játszik, ugye? Például a Halászcsárdában is volt állandó zenekar. Hát mi jó, mint a faterral, apámmal, mi jártunk így. Úgy hívtak bennünk, hogy népzenészek. Ugye, hát apámnak nagyon nagy volt az ismerettsége, ugye? Aki meghalt egy kicsó, a polgár Bester úr. Ő hozzájuk is jártunk muzsikálni, és ugye? Tehát más volt, ugye? Most már ugye nincsenek itt van. Tudnál felsorolni néhány nevet, akik élő zenét adtak? Hát igen. Hát többek között volt az édesapám is. Rációja. Úgy beszélték, hogy Trotty Jóska. Akkor ő volt a bátyám, ugye Béla. Akkor apámnak a testvére, Béla bácsi, a Szentesi.
akkor ugye voltak többen is, ugye volt a Szabó Jóska bácsi, az is meghalt már régen, akkor volt fia Jóska Bőgős, Piros Jóska, az is meghalt, ugye nagyon sokan meghaltak, akkor voltak ugye Korinték, az volt a becenevük, azok is meghaltak, nagyon sokan. Úgyhogy most ugye, hát ez a dinasztia megmaradt, ez már ugye már, ugye ez már olyan, hogy már ugye, tehát még nem is igénylik mondja ezt a cigányzenét, ugye. Hát a szegény édesapám nyugodjon, nagyon sokat elmentünk köszönteni május 1-én, akkor, tehát ilyen jeles ünnepekkor, augusztus 20, május 1-én, karácsony, húsvét, hát apámat nagyon ismerték, sokan szerették, ugye. Hát itt, ugye a város be volt ismert, ugye hát, nagyon sokan ismerték, szerették, ugye elhívtak bennünket, Lagzsikba zenélni, nagyon sok helyre elhívtak bennünket, úgy. Hát már lehettem volna tizenpár éves, akkor volt egy kis, én sose felejtem, mert volt egy kis orosz balalajkám. Magam játszogattam, szegény drága jó anyám, nyugodjon, az főzött, én a szobába játszottam, anyám tanult a konyhába, és akkor ugye hallottak, hogy a Paterék miket, milyen számokat muzsikálnak, meg minden. Az apám vett nekem egy kis hegedűt, picikét, egy háromnegyedes hegedűt, tokkal, vonóval. Elkezdtem játszani akkor, tehát nekem nem is kellett, hogy tanítsanak saját fülhallásból, hogy mondjam, hallásból játszottam. Aztán ugye Béla bátyám azt tanított, ugye a skálánál kezdődik minden, hogy tanított meg minden. Aztán sajnos a bal kezemre baleset érte. Át kellett állnom a gitára, mert az ujjaim nem olyanok, mint voltak, ugye? Vagy az erek, mint szétlettek magdosan a terembe. Baleset útján, sajnos, és akkor ugye, tehát Béla bátyámmal sokat tanított engem, de aztán ugye változott a helyzet, én is öregebb lettem, ugye, akkor ugye. Testvéreidről, kik voltak, milyen hangszeren? Hát, ugye általában mint hegedű játszott. Úgy igaz. Hát a Jóska bátyám az játszott gitáron, hegedűn is, akkor csellón, bőgőn is, többfajta hangszeren játszott a tatár. Sokfajta hangszeren játszott, akkor azt mondja, hogy hát apám az mindig hegedű játszott. Akkor ugye volt a családban még ugye a... Tibi? Az is gitáron. Akkor volt a családban még egy Gyurka bácsi, sógorom, a cimbalmas volt, az is meghalt. Tehát voltak többen, sokan voltak, inkább a zenét kultiválták, mint a, hogy mondjam már. De a Jóska tatám nem vetette meg a munkát sem, mert ő kemény fizikai munkában volt. Persze. Erről mondj már egy pár szót, hogy egyszerre hogy lehet dolgozni is keményen, meg a muzsika is. Hát olyan helyzet, hogy ő nappal dolgozott, a bátyám, Jóska bátyám. Este még megfogta a hegedűt, a gitárt is ment. Úgy ott volt a bankolóban az a kis italozó, vagy minek hívják, Gáspárnál, akkor ment ugye. Akkor több kis kocsmákban, vendéglőben ismerték, szerették, elfogadták. Ugye az igazság, hogy ott is sok volt a család, hát sok gyerek volt, 8-10 gyerek. Ugye az egy kereset, az kevés volt. Igen. De sógornőm a Csillu az meg ugye nem nagyon tudott mit csinálni, beteg volt mindig ő is. De szegény bátyám azért vállaltam a munkát is, meg a zenét is, de inkább tudja, hogy a zenéhez ragaszkodott volna szegény. Mert abba született bele a zenébe, de viszont ugye mindenfajta munkát lehet csinálni. És annak köszönhet úgy, hogy nem hagyta el magát. Szívós volt, vékony léttére, nem hagyta el magát. Tehát minden munkát lehet csinálni. De ugyanakkor őt szerették is nagyon sokan. Magyarok, cigányok, mindenki szerették. Nem mondták nekik, hogy Jóska ne muzsikálj el. Minden felé szerették. Bement a Bélával is volt Szeged, de nem is egyszer tudod. Ott is szerették. Öreget ott is megkedvelték. Érted? Úgyhogy minden felé. Halászcsárdába lehetett-e muzsikálni? Ezt nem tudom, azt kérdezem, hogy a halászcsárdába lehetett-e muzsikálni? Lehetett, de ott tudod, olyan volt, hogy volt egy állandó zenekar. Ja. Tudod? Mostan, te Béla az muzsikált ott is tudod, a bátyám. De ott volt ott állandó, mert tudod, a Béla az a bátyám, az meg, hogy mondjam neked, ami csak van így Bács megyében, minden pedig muzsikált. Én is muzsikáltam vele, Kígyó Sárdába. Nem tudom, tudod, ismerem, persze.
ott is muzsikált, tehát ott meg az volt a gond, tudod, hogy nem volt csatlakozás, tehát ez csak reggel volt, ugye? Uh-huh. És akkor éjfélkor bezárt a éjjel-nappali út, hát akkor most mit csinálunk ott, ugye, hát jóval? Hát ugye a vendéglátóvállalat az bérelt nekünk egy albérletet, de 5 kilométer volt oda, a vendéglátó, a gyalogolni körülött oda-vissza. Mert ugye, most Béla mondta a főnöknek, Ötvös Pistának, az úrnak, főnöknek, hogy hát jó van, hogyha minket is hazahoznak, vagy hogyha vége izének műszaknak. De azt mondta a főnök, hogy hát nem, mert azt mondja, nem férünk meg, hogy megy a szakácsok, nem tudom, mi kecskemétiek voltak, ugye? Nem férünk be a kocsiba, hát jó van, hát. Aztán Béla azt mondta, hogy nem maradunk, így ott is hagytuk, de Ötvös Pista főnök nem akart elengedni. Béla ott hagyta, én még mindig maradtam egy magam játszotta, volt ilyen pódium, vagy micsoda, jöttek mindenki. Akkor nagy gitárom volt, hangerősítő, minden jó volt, nagy, akkor nagy gitárom volt. Hú. És azt mondta az Ötvös főnök, hogy Jánoskán maradja egymaga is, nem muszáj, hogy Béla itt legyen. Így ez is jó. Akkor ott jöttek ilyen turistacsoportok, iskolások, meg minden. De persze ez nem most volt még a Kádár rendszerbe. És azt mondta a főnök, hogy nem adja vissza a munkakönyvemet, maradjak még. Nem akart visszaadni könyvet. Azt mondta, jó vagyok, én is. Kedves főnök, higgy el, hogy én minden a 10 km gyalogolok, mondta. Oda-vissza, ugye az erdőn túl volt az elhelyezés, albérlet. De nem tudja megoldani ő azt, hogy hazahozzon, akkor ugye Béla is olyan volt, hogy azt mondta, hogy hát, öcsém, nem maradok, mert nem jó a csatlakozás, és nagyon sokat kell várni, ugye. Aztán még azt találta ki a főnök, hogy kérdele, hogy éjjel-nappali legyen. Ne csak éjfél legyen itt, hanem állandóan érted. És valami még 5-6 pincét is fölvett. De nagyon nagy volt az étterem, tudod? Hát tudod, mennyit főztek ottan? Hát 1100 ember részére is. Akkor ezek a katodok, vagy mik voltak ezek a... No, hogy 6-7-10 fajta étel volt. A pacsal halászítők, ezzel minden volt, a birka, a marha pörköltük, ezzel minden volt, az égvilágon, mondom, hát turista csoportok jöttek, mindenki ugye. Én úgy tudom, hogy a testvéred, a Béla, ő iskolai oktatás keretein belül is tanulta a hegedűt. Igen. Ebből ugye említetted, hogy te hallás után már játszottál, igen, de tudom, hogy a Béla, vagy úgy hallottam, hogy ő iskolán... Hát ő Budapesten tanult. Volt egy, nem tudom már a nevét nekem, akkor még, mert Béla jóval öregebb, mint én. Egy híres prímás volt, és az már nem is prímás, hanem tanár, ő tanított, tudod. És ő lejárt ide Félegyházára, mert a Bélát anyám tanította ki, tudod. Anyám dolgozott a konzervgyárba, és ő tanította ki a Bélát. Tehát ugye anyám sem tudott minden gyereket kitanítatni. Hát hanyan voltunk, 10-12-en ugye, akkor nem jutott rá pénz. A Félegyházi utca, azt nem ismerem. Félegyházi utca, ligetes. Thank you.
hosszú haját, meglengeti a szív. Hogy sétálunk a dolgok tetején. Én álmodom egy nőre, aki sosem ér. Hisz vagy idegen földön, hozta el a szív. A derek a márvány, a szeme ragyogás, puha haja sejmes, napi szerelmes. Soha-soha nem kell olyan nő nekem, aki egyszer elhagy, és aztán bánja meg. Pedig ő ezt tudta, hogy ez nekem fáj. A hátam mögött nevetett, és úgy sír a gitár. Sír a gitár, a szívem megremeg, hisz feledni kell egyszer, itt el kedvesem. Gyere ide párom, te édes boldolán, csókolom a szádat, és úgy megyünk tovább. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!